Tisztelt ünneplő közösség! Tisztelettel köszöntök valamennyi megjelent vendéget a Kovács 300 Fabrici Kovács Mihály születésének 300. évfordulója alkalmából tartandó díszünnepségen. Tisztelettel köszöntöm dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat, korábbi földművelésügyi minisztert. Bejelentem, hogy F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, Hubai Imre úr, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke, és Szepesi Tibor polgármester úr később csatlakoznak a rendezvényhez. Köszöntöm Szele Király Andrea asszonyt, a karcagi járási hivatal vezetőjét. Köszöntöm Hegmannél Nemes Sára asszonyt, a Magyar Posta ZRT alelnökét. Köszöntöm Gyurcsek János urat, Karcagváros alpolgármesterét. Szeretettel köszöntöm Sári Kovács Szilvia asszonyt, Karcagváros alpolgármesterét. Köszöntöm Rózsa Sándor jegyző urat. Köszöntöm dr. Vég Sándor urat, a Washingtoni Kossuth Foundation elnökét, a Magyar Diaszpóra Tanács tagját. Köszöntöm dr. Pintér Zoltán Árpád urat, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnökét. Köszöntöm dr. Hajdú Ferenc tartalékos ezredes urat, a Zrínyi Kiadó igazgatóját. Tisztelettel köszöntöm Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének megjelent tagjait, az intézmények vezetőit, képviselőit, a televízió nézőket, akik a képernyőn keresztül kísérik figyelemmel rendezvényünket. Felkérem tisztelettel dr. Pintér Zoltán Árpád urat, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnökét, önkormányzati képviselőt, Fabrici Kovács Mihály huszár ezredes méltatására. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves megjelent hallgatóságot, mint a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnöke, és mint Fabrici Kovács Mihály élettörténetének kutatója. Kívánok most az önök számára egy rövid előadást tartani. Előadásom első felében kívánok szólni Fabrici Kovács Mihálynak erről a nem mindennapi, nem hétköznapi életútjáról, illetve az előadás második, ígérem kisebbik szeletében pedig azokat a kutatáson alapuló nemzetközi diplomáciai, kultúrpolitikai lehetőségeket kívánom ismertetni, amelyeket egyébként Fabrici Kovács Mihályra, az ő emlékezetére rá lehet, vagy rá kell majd építeni a jövőben. Ahogy a cím is mutatja, ugye Fabrici Kovács Mihály életútja és jelentősége a nemzetközi kapcsolatokban címmel.
Nekem volna sokkal egyszerűbb dolgom, ha azt mondanám, hogy Fabrici Kovács Mihály katona volt, és mindössze katona volt, de akkor nem felelne meg előadásom a valóságnak, ezért az első dián tisztázni kívánom, hogy ki volt valójában ez a nagyon sokszor személyében rosszul értelmezett, félremagyarázott, mindenféle pozitív vagy negatív jelzőkkel illetett személy. Jelzem, hogy igen, katona volt, és annál sokkal több. Ha az ő személyét értékeljük, akkor mindenképpen megfeleltethető személye az önerejéből lett ember eszményképének, nem véletlenül. Ahogy már az ünnepségen is több ízben elhangzott, és nyilván én azt nem kívánom újra ismételni, mindössze 16 évesen, 1740. január 2-án egy a családját egyébként részben kiírtó pestis járvány után döntött úgy ez a fiatal kalandvágyó, és a saját koránál jóval műveltebb, jóval nagyobb műveltséget hordozó fiatal ember, hogy egyszerű közhuszárként csap fel a Hávor János ezred tulajdonos fenntartásában működő Hávor huszár ezredbe. Zárójelesen jegyzem meg, hogy ekkor a 18. század derekán még a katonai alakulatoknak nem volt hadrendi száma, minden katonai alakulatot az azt fenntartó ezred tulajdonos nevéből azonosítottak. Közhuszárként indult karrierje, és közel 40 évvel később, 1779-ben, május 11-én, ugye majdnem pontosan az évfordulóján vagyunk, egy angol golyó Charleston védműveinek előterében George Washington tábornok ezredeseként az amerikai könnyűlovasság atyaként teríti le, hogyha ő nem az önerejéből lett ember, akkor felteszem a kérdést, hogy kicsoda az. Személyét, életútját vizsgálva, különös tekintettel, hogyha kutatói igényességgel, tehát történészi igényességgel vizsgáljuk az életútját, azonban kijelenthető, hogy legalább életének egyetlen szakaszához, életének egyetlen aspektusához köthető a katonai hírszerző tevékenység. Nem kém, katonai hírszerző, nagy valószínűséggel is még az előadásban erre kívánok utalni, a Habsburg Birodalom szolgálatában a porosz királyi hadsereg irányában végzett hírszerző tevékenységet, ez egyébként forrás kritikailag igazolható, ez nem árnyalja az ő képét a katonáktól tulajdonképpen, akár ha tehetségük illeti, akkor ez is elvárható. Azt sem felejtsük el, hogy ma a világon 34 olyan nemzetet tudunk azonosítani, 34 nemzetet, amelynél konkrétan tudjuk, hogy vagy emigráns magyar katonák, vagy nem emigráns magyar katonák, hanem az ő útmutatásaik alapján ugye a saját nemzet katonái hozták létre a huszárhagyományokat. Tehát 34 olyan nemzet van, amelynek könnyűlovassági hagyományai ismereteink szerint a magyar huszárhagyományokhoz kötődnek, közvetve vagy közvetlenül. Ezek közül nyilván kisebb és nagyobb nemzetek is vannak Európában és világszerte, és meghatározó közöttük az Amerikai Egyesült Államok könnyűlovassága. Az Amerikai Egyesült Államok könnyűlovasságát pedig nem egy tapasztalatlan fiatal lengyel gróf, hanem egy világlátott, akkor már 5 nagy nemzet hadseregében szolgált, tudással, méltósággal, ismeretekkel teli magyar huszár, egy karcagi ember hozta létre. Azaz világszerte, hogyha a magyar huszár archetipusát, őstípusát kutatjuk, hogy ki jogos megszemélyesíteni a magyar huszárt, akkor amennyire Hadik Andrásra gondolunk, annyira Fabrici Kovács Mihály is lehet a magyar huszár archetipusa. Fabrici Kovács Mihályról legendás, hogy élete folyamán 2 olyan leírás történt, de hangsúlyozottan leírás, tehát írott munka, amely az ő termetét, arcvonásait, habitusát írja körül. Az egyik 1761-ben Illési István nagykunkapitány igazoló levele Fabrici Kovács Mihály személyét illetően, a másik pedig Halmágyi István, egy göttingai, tehát mai fogalmam szerint göttingeni egyetemi hallgatónak az útleírása, úti naplója. Mind a kettő viszonylag pontos képet közöl Fabrici Kovács Mihály arcvonásairól, személyéről, termetéről, még a sebesüléseiről is. Viszont tudomásunk szerint egykorú, tehát eredeti portré róla nem készült. Ez azt jelenti, hogy az összes olyan festmény, ábrázolás, legyen szó mondjuk a washingtoni Kossuth-házban található Raskó Aurél festményről, legyen szó a sárvári huszármúzeumban található, a nádasdi huszármúzeumban található festményekről, vagy legyen szó itt ebben az épületben a Boró Sándorhoz köthető festményekről, amelyek Fabrici Kovács Mihály termetét, arcvonásait ábrázolják, valószínűsíthetően ezen arcleírások
alapján készült művészi koncepció. Ez egyébként nem veszel az értékéből, sőt, én ismerem részletesen ezen leírásokat, valószínűleg tényleg így nézett ki Kovács Mihály, mert nagyon megfelel a szöveges leírásnak. A rajta lévő egyenruha azonban azért nem korhű, azt hozzáteszem, aki ért a lovassági hadikultúra történetéhez, az tudja, hogy ilyen tirketarka egyenruhában nem jártak huszárok, ez inkább itt például Bodó Sándor, Amerikában élő magyar festőművész, művészi koncepcióját tükrözi, és nem annyira a tényleges huszár hagyományokat. Hogyha Fabrici Kovács Mihály életútját kell elkezdenem, akkor nyilván emeljük ki 1724-et. Muszáj, hiszen ha nem 1724-ben született volna, akkor nem volna most egy ekkora ünnepség itt Karcagon. Ugye éppen 300 évvel született, az akkor egyébként akkori állapotában elzálogosított, tehát a német lovagrend, majd később az invalidus ház irányába elzálogosított nagykunságban, ahol egyébként köznemesi család sarjaként nőtt fel. Ez azt jelenti, hogy ez a család valószínűsíthetően a 17. század végén, a török kiűzését kísérő háborúk idején nyer nemességet első Lipót királytól, majd Mikófalváról, tehát Heves vármegyéből ennek a családnak egy ága ágazik le a nagykunság területére. Ez az ág, ennek az ágnak volt a sarja Kovács Mihály. A nagykunsági körülmények között azt mondhatom, hogy jólétben éltek. Ez nem azt jelenti, hogy a magyar nemességhez mérten gazdagok voltak, nem voltak azok. A nagykunsági körülményekhez képest jólétben éltek, az adó összeírásokból pontosan tudjuk, hogy jelentős állatállománnyal és valamekkora birtokkal is rendelkeztek, tehát itt ugye megtehették azt, hogy például Fabrici Kovács Mihályt nem a karcagi református gimnáziumban, hanem a debreceni református kollégium karcagi partikulájában oktathatták, képezhették. Magyarán például az átlagnál nagyobb műveltséget szerzett, pontosan tudjuk, hogy kiválóan beszélt, írt latinul. Fiatalkorára meghatározó az a tény, hogy szinte egész családja 1740-re meghal. Az adó összeírásokból tudjuk, hogy 1735-ben veszíti el édesapját, ekkor az édesanyja válik a család fenntartóvá, azonban 1739-40-ben mai elképzeléseink szerint iszonyú, brutális pestis járvány tombol Kelet-Magyarországon. Írd és mondd, 250 ezer ember hal meg 1739-40 folyamán a Kelet-Magyarországon pestisben. Karcagon több mint 2000 halott. Ja, Fabrici Kovács Mihály ekkor veszíti el az édesanyját, legalább egy lánytestvérét, és bár nem egyértelmű a névsor, hiszen gyakorlatilag naponta keletkeztek az újabb és újabb halottak, de valószínűleg családjának még több tagját. Ez vezetett oda, hogy ez a fiatal ember jó eséllyel ugye túlélve, megúszva a pestis járványt, 16 évesen műveltségtől fűtve, kalandvágytól fűtve úgy döntött, hogy nem az elzálogosított, még redemció előtti nagykunságban a földművelés gazdálkodás világát választja, hanem élve a talentumaival, élve fiatalságával és kalandvágyával felcsap huszárnak. Egyébként 1740. január 2-án a Pest vármegyei Gyömrőn csatlakozik, a Hávor János ezred tulajdonos vezette Hávor huszár ezredhez. Éppen mire befejeződik a kiképzése, ez vagy szerencse, vagy szerencsétlenség, kirobban a Mária Terézia trónra lépését követő osztrák örökösödési háború, amit ugye a nyugat-európai történetírásban első és második sziléziai háborúként azonosítunk. Az osztrák örökösödési háborúban ugye a Európa legjobban szervezett állama, a második nagy Frigyes vezette porosz királyság ellen, került hadba a Habsburg birodalom, ugye Szilézia birtoklásáért zajlott ez a háború, és ahogy a legtöbb Magyarországon kiképzett állományban lévő huszárezredet, ugye a Hávor huszárokat is mozgósították. Kovács lényegében a kiképzését követően szinte azonnal hadműveleti területre került. Prága környékén, tehát a mai Csehország területén volt állásban ugye a Hávor ezred, és olyan csaták soráról tudunk, amelyben Kovács részt vett, tehát nagyon-nagyon hamar esett át a tűzkeresztségen. Bár ez egyébként egy elképesztően izgalmas időszak, és én történészként nagyon szívesen beszélnék az osztrák örökösödési háborúról, meg majd annak folytatásaként a 7 éves háborúról, de akkor még holnap este is itt ülnénk, ezért nyilván a hadtörténeti részét én most így zárójelbe tenném. Minden esetre megállapítom, hogy 1740-ben Kovács Mihály már hadműveleti területen hadakozó katona. Ahogy az iskola előtt is elhangzott, pár évvel később itáliai tartózkodás során
dezertál ezredétől, átszökik a francia bercsényi huszárokhoz. Ez egyébként a korszakban nem merítette ki a hazárulás tényét, figyelembe véve, hogy Európa szinten minden hadseregében magyar zsoldosok ezrei harcoltak. Rengetegszer fordult elő a 18. század nagyhatalmi háborúiban, hogy a francia zsoldban lévő magyar ezredek osztrák vagy porosz zsoldban lévő ezredek ellen csaptak össze, magyar a magyar ellen. Ez egyébként elég szomorú tény, hogy mi motiválta Fabrici Kovács Mihályt a francia szolgálatra, azt nem tudjuk. Az viszont igaz, hogy nem annyira találtott meg a számítását, bár elindult a ranglétrán, altiszti rangba került, kornétessé vált, de 1745-ben élt egy a Mária Terézia által idegen hadseregek szolgálatában lévő katonák számára felajánlott amnestia rendelettel. Ezen amnestia rendeletnek köszönhetően éppen akkor tért haza szűkebb hazájába, a nagykunságba, amikor megkötetett a redemció. Ugye a redemció 1745. május 6-án kötetett meg, és a redemció a Mária Terézia által a jászkunságnak visszaadott önrendelkezés. Egyik feltétele volt, hogy nem csak fizetnünk kellett az anyakirálynőnek egy brutális összeget, hanem vállalnunk kellett egy úgynevezett redemcionális huszárezred létrejöttét. Ez a redemcionális huszárezred volt a Haller Gábor ezred tulajdonos vezette ezred, amelyben Fabrici Kovács Mihály mint katonai kiképző vállalt szerepet, azonban az ezred felállítása során problémák adódtak, maga az ezred ekkor még nem jött létre, majd ennek az utódja lesz később a nádorhuszárok, és emiatt Fabrici Kovács Mihály újra megélhetés nélkül maradt. Innestől kezdve élete újabb varga betűkkel teli. Tulajdonképpen ami állandóságot takar az életében, az az, hogy a porosz királyság hadseregében leel végül is a felemelkedés útjára. Európa legjobban szervezett hadserege volt a porosz hadsereg, amelyben Kovács Mihály az úgynevezett Székely huszárezredben, azaz, ahogy a neve is tükrözi, Székely János által létrehozott porosz huszárezredben leel szolgálatra, és a székely huszárok között lényegében nagyon szép karriert fut be az 1750-es évek folyamán, tovább menetel a ranglétrán, kapitányi, majd hadnagyi rangig, tehát a tiszti sávot is eléri, sőt 1760-ban a 7 éves háború poklában önálló csapattest irányítását is elnyeri. Ez azt jelenti, hogy az általa irányított úgynevezett Kovácses Korps, kicsit furcsa neve van ilyen, furcsán ejthető neve, az úgynevezett Kovácses Korps, mint alakulat, német, tehát porosz szolgálatban, elsősorban türingiai, másodszorban szászországi városokban fosztogatott, rekvirált, gazdag városokat sarcolt meg. Ez egyébként nem tette népszerűvé hősünket, nyilvánvalóan ő maga sem élvezte ezt, tehát egy nemes számára lényegében méltatlan, megalázó szerep az, hogy ilyen fosztogató zsoldossá degradálják ugye az idegen hadseregben. Ráadásul ismerünk olyan türingiai várost, jelesül például Nordhausent, ahol a város 18. századi krónikájában Kovács neve, írdés mond, mind szitokszó szerepel, tehát káromkodásokba foglalták a nevét. Ez utal rá, hogy maga Kovács sem érezhette túl jól magát ebben a szerepben. Nem véletlen tehát, hogy 1761-ben dezertál a porosz hadseregből, azonban nem üres kézzel dezertál, és ugye itt kanyarodok vissza előadásom elejére, ahol utaltam rá, hogy Fabrici Kovács Mihály életében azonosítható egy katonai hírszerzési szerepkör. 1761-ben ő 85 darab hadműveleti térképpel válik meg a porosz szolgálattól. Lengyel királyságon keresztül tér haza a magyar királyságba, a Felvidéken Késmárk környékén tartóztatják fel a katonai hatóságok. Ő már a legelső vallatásánál önként bevallja, hogy amúgy ő idegen szolgálatban szolgált több mint 10 évig a poroszok zsoldjában. Ekkor az udvari haditanács közvetlen parancsára Fabrici Kovács Mihályt vizsgálati fogságba helyezik. Bécsbe szállítják, és óriási peranyaga, tehát tényleg több száz oldalas peranyaga maradt fent. Borzalom volt lefordítani azt egyébként, hogy mondjam el, mint szerző, amelyből kiderül, hogy ő a vizsgálati fogság megfelelő pontján, amikor ugye a legnagyobb volt a tét, felfedte, hogy ja, amúgy van nálam több mint 80 porosz hadműveleti térkép. És csodák csodája, egy évvel később Mária Terézia csak neki dedikált, és ez a Hadtörténeti Intézetben megtalálható ez a levél, csak neki dedikált külön amnestia levélben felmenti a felségárulás, az idegen hadseregben való szolgálat vágya alól, előlépteti főstrázsamesterré, őrnagyjá, és élete végéig tartó kegydíjat szavaz meg számára. Így kell szolgálni az ellenséget, hogy maga az anyakirálynő léptett elő. Igazából, ha Fabrici Kovács Mihály nem lett volna olyan végtelenül nyughatatlan figura, akkor ez lett volna a pont az életében, amikor le kell tenni a lantot.
el kell vonulni a naplementébe, és boldogan kell élni, mert megvan a jövedelem, megvan a cím, megvan a méltóság. Meg is próbálkozott ezzel egyébként Eperjes környékére, azaz a Szepesség tartományába, vagy pontosabban a Szepességbe költözött, és ott a helyi főispán, Szinyei Merse Zsigmond főispán fiatal leányát, Szinyei Merse Franciskát vette nőül. Tulajdonképpen maga a házasság azonban nem hozott túl sok üdvöt Kovács Mihály számára, már a házasság után néhány hónappal az após panaszkodott a területileg illetékes püspök, gróf Eszterházy Károly egri püspök számára, hogy Kovács megbízhatatlan figura, hosszú időre elhagyja feleségét, átszögdös a lengyel határon, furcsa alakokkal üzletel, tehát valami van vele. Minden valószínűség szerint a személyisége sarkalta arra, hogy nem a feleségével a mézes heteket tölti, hanem ahelyett a lengyelek ügyéhez csatlakozott. Ez az a pont az életében, amikor csatlakozott az úgynevezett bári konföderáció mozgalmához. Akik a történelemben kevésbé járatosak, azok számára mondom, hogy a bári konföderáció egy, a lengyel főnemesség, elsősorban József Pulaszki lengyel gróf és más lengyel arisztokraták által grundolt függetlenségi mozgalom volt, amely Lengyelország 18. századi felosztásának időszakában próbálta egyben tartani a lengyel államrezont, másrészt pedig próbálta az orosz, porosz, osztrák előretörést visszaverni. Fabrici Kovács Mihály a bári konföderáció szolgálatában valószínűleg lengyel katonákat az oroszok elleni lovassági harcra képzett ki, mennyire illik ma egyébként a NATO elképzelései közé, már maga Fabrici Kovács Mihály is ugye lengyel katonákat képzett ki az oroszok elleni harcra, azonban a bári konföderáció az 1770-es évekre megszűnik. Ebben egyébként szerepe volt a porosz, az osztrák és az orosz államnak is, és a bári konföderáció bukása után tér haza a Szepességbe. Házasságát már nem tudta megmenteni, felbomlott a házasság, ekkor egyébként ilyen varga betűvel teli életet kezd élni, Budára költözik, ott nagyon furcsa dolgok, borkereskedéssel is foglalkozik egy időszakban, nem találja a helyét, és 1776-ban gondol egy merészet. Valószínűsíthető, hogy az ekkor Budán, illetve Pesten forgalmazott Pressburger Zeitung, ugye pozsonyi újság hasábjairól tudta, hogy milyen hadműveletek folynak az óceán túlpartján, ugye az amerikai függetlenségi háborúban, hiszen itt lényegében néhány hetes késéssel Budán a Pressburger Zeitungból pontos értesüléseket lehetett szerezni a hadműveletekről. Ő feltételezhetően innen vagy más forrásból értesült az amerikai függetlenségi háború tényéről. A hatóságoktól katonai menlevelet kér, hogy elhagyhassa a Habsburg birodalmat. Nagyon furcsa, hogy az egyébként református Kovács Mihály római zarándoklatra kér menlevelet, és ezen senki nem csodálkozott. Nem járt Rómában, Észak-Itáliáig jutott, Észak-Itáliából viszont egy ilyen jó nagy kanyarral Róma helyett Bordeaux, tehát Dél-Franciaország irányába kanyarodott. Bordeauxban írja meg azt a híres levelét, amúgy ékes latinsággal, tehát öröm olvasni, gyönyörű a stílus, ékes latinsággal írja meg azt a levelet, amelyet ugye Benjamin Franklin meghatalmazott párizsi követ irányába küldött el. Ugye itt ajánlotta fel szolgálatát az amerikai függetlenségi háború ügyéhez, magyarán a kontinentális kongresszus számára, és meg sem várta egyébként Franklin válaszát, hanem már 1777 kora tavaszán hajóra szállt Bordeauxban a Katerina of Dartmouth nevű hajóval hagyta el az óvilágot, és New England partjainál száll partra. Azt egyébként tudjuk, hogy 1777 tavaszán személyesen találkozott George Washington főparancsnokkal, azonban nem fogadta pozitívan Washington főparancsnok az ő személyét. A kontinentális hadseregben, tehát az amerikai haderőben kérte alkalmazását, azonban mivel egyáltalán nem beszélt angolul, és most nagyon sok tanítványom van a teremben, hangsúlyozom, hogy Kovács Mihály, mivel nem beszélt jól angolul, elutasították a szolgálatát az amerikai függetlenségi háborúban. Magyarán van értelme az idegen nyelvtudásnak. Ez egyébként nagy csalódás lehetett hősünk számára, de annyira nem tört össze, azért, mert egész életében érték csalódások. Már 1777 nyarán a Pennsylvania állambeli Germantown, ugye beszédes a település név, németek lakták, Germantown városában a helyi német milícia katonai kiképzőjévé vált, hiszen németül a porosz szolgálat miatt viszont tökéletesen beszélt, és tulajdonképpen életében ez a szerencse vagy szerencsétlen pillanat, amikor Germantownban 77-ben találkozott Kazimír Pulaszki brigadérossal, azzal a fiatal lengyel gróffal, aki József Pulaszki lengyel grófnak a fia, és akivel valószínűleg már a bári konföderációból ismerték egymást.
Kazimír Spulaszki eddigre viszont alkalmazásra került kiváló francia és angol tudása miatt a amerikai kontinentális hadseregben, és Spulaszki volt az, aki felismerte Kovácsban a tehetséget, felismerte Kovácsban egy életbölcsességét, amire neki nagy szüksége volt, mert Washington tábornok könnyű lovassági alakulat szervezésével bízta meg. Spulaszki volt az, aki kiemelte Kovácsot a szolgálatból, elhagyva a német milíciát. Spulaszki gróf, ugye itt látható egyébként a bal felső sarokban, levelek tucatjával kezdte el bombázni Washington főparancsnokot. Nem túlzok, rengeteg levél maradt fent Spulaszkitól, ami a Kovács Mihály sorsára vonatkozik. A Library of Congress Washingtonban ezeket gyönyörűen megőrizte, archiválta ezeket a leveleket, és végül célt ért, nem az első és nem is a második levéllel, de Washington főparancsnok rábólintott Fabrici Kovács Mihály alkalmazására az amerikai haderőben. Ehhez hozzáteszem, hozzájárulhatott az is, hogy Kovács időközben elkezdett angolul tanulni. 1778-ból Kovács Mihálynak már ismert olyan levele, amit Washington tábornok számára próbált írni rettenetes angolsággal. De azért látszik, hogy foglalkozott a nyelvvel, valószínűleg ez is segített ugye a személye befogadásában. Egyébként itt látható Washington főparancsnok is, George Washington, későbbi amerikai elnök. Fabrici Kovács Mihály tehát tulajdonképpen 1777-től a függetlenségükért küzdő Amerikai Egyesült Államok, 13 államról beszélünk ekkor, szolgálatába kerül, és elképesztő kapcsolati hálót alakít ki az új világba. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy elképesztő, hiszen nem csak egy lengyel gróffal, nem csak a legendás amerikai főparancsnokkal kerül történelmi kapcsolatba, de például Lafayette Márkival, a francia függetlenségi háború hősével, világszerte ismert figurával, aki majd később a francia forradalomnak is meghatározó alakja lesz a forradalom kezdeti időszakában, személyesen találkozott 1778-ban Pennsylvániában, a vesztes Brandywine-i csatát követően a pennsylvániai Bethlehem településen, ahol Spulaszki meg Kovács meglátogatták az egyébként súlyos sebeket szerzett Lafayette Márkit, illetve, ahogy utaltam rá, magával, ugye Benjamin Franklinnel is, ha nem is személyes, de legalábbis levélváltás útján való kapcsolatot alakított ki. Ez egyébként nem annyira kuriózum, azt tudni kell az amerikai függetlenségi háborúról, hogy rengeteg európai önkéntes szolgált benne, nem csak a Lafayette, nem csak a Kovács, nem csak a Spulaszki gróf, de például ugye a Tadeusz Kosciuszko neve is rendszeresen elhangzik, aki ugye meghatározó európai önkéntes. Így van, és ugye itt látható, ugye, amire korábban utaltam, hogy kezdetben Washington elutasítja a szolgálatot, de a későbbiekben befogadja Kovács Mihály személyét. 1777 év végétől, inkább már 78-ban megkezdődik az európai tradíciók, európai hagyományok alapján az a könnyű lovassági alakulatnak a kiképzése, szervezeti kialakítása, ami majd később a US Light Cavalry, tehát ugye az amerikai könnyű lovasságnak a szervezeti magja lesz. Itt egyébként kihangsúlyoznám, hogy ez nem huszár alakulat, az Egyesült Államokban nem veszik át a huszár kifejezést, azonban európai hagyományok, elsősorban osztrák, porosz lovassági szabályzatot vesznek alapul, tehát az amerikai könnyű lovasság, még egyszer hangsúlyozom, nem egy fiatal, tapasztalatlan lengyel gróf, hanem egy karcagújszállási öreg, ravasz, vén huszárkatona tapasztalati alapján jön létre. 1779-re befejeződik egyébként a haderőfejlesztésnek ez az ága, hadműveleti területre kerül a Spulaszki légió, több olyan ütközetet ismerünk Eckhart-Burnnél és más esetekben, amikor tudjuk, hogy a Spulaszki légió összecsapott britekkel, sőt, írd és mond, még indiánokkal is, ugye a lojalistákhoz és a britekhez hűséges indián alakulatokkal is harcba került. 1779 tavaszára azonban megváltozik a hadműveleti helyzet. A korábbi időszakban, a függetlenségi háborúban a 13 gyarmat közül az északi gyarmatok területén zajlottak nagyobb hadműveletek, azonban 79 tavaszától a brit királyi haditengerészet jelentős átcsoportosítást hajtott végre, és elsősorban a délebre fekvő államok, Georgia, Dél-Karolina, Észak-Karolina területén támadott, mert ott nagyobb arányban voltak amúgy a társadalomban lojalisták, tehát a briteket támogató gyarmatiak. Emiatt a kontinentális kongresszus utasította Washington főparancsnokot, hogy jelentős számú haderőt mozgasson át az északabbi államok területéről délre, délebre, és így került erőltetett menetbe 1779 márciusától a Spulaszki légiók, amelynek feladata volt az ostrom alá vett Charlestown településének felmentése.
Charleston városához 79. május 11-én érkezik meg a légió. Ekkor a város már majdnem megadta magát a briteknek, azonban Pulaski brigadéros, hogy egy kicsi lelkesedést rázzon a várost védő amerikaiakba, azt mondta, hogy a Pulaski légió katonáival ő egy ilyen bátor ellencsapást hajt végre, és a várost védő sáncok fedezékéből kirohanva ugye több száz katona próbálta a briteket megfuramodásra kényszeríteni. Hát ugye az Rényi Miklós óta tudjuk, hogy ez nem a legjobb taktika, különösen a tűzfegyverek korában. Lényegében a Pulaski légió ezen az első napon elképesztően nagy veszteséget szenvedett a brit fegyverek, ágyúk, tűzfegyverek tüzében. Itt halt hősi halált ugye Fabricz Kovács Mihály személye is. Érdekesség egyébként, hogy bár mivel a kontinentális hadsereg ezredeseként esett el, egykorú források sora emlékezik meg a haláláról, de talán a legkülönlegesebb elismerés a Charleston városának ostromát irányító brit parancsnoknak, Skelly brigadérosnak az elismerése, aki leírta a május 12-i napi parancsánál, hogy az előző nap elesette egy amerikai ezredes, Kovács, és azt is leírta, hogy egyébként az az ember, aki a legjobb lovassági alakulatot vezette, amelyre a lázadók valaha rendelkeztek. Úgy gondolom, hogy az ellenségnek nem érdeke túlozni, tehát feltételezhetjük, hogy valóban kiválóan működött a Pulaski légió, mint lovassági alakulat. Mivel Kovács Mihályt idegen földön, idegen hadsereg szolgálatában érte a halál, ezért alapvetően ugye személyéről a művelt világ elfelejtkezett, Amerikában porosz, osztrák, bármilyen zsoldosnak tekintették, csak azt nem tudták, hogy magyar, és majd csak a két világháború közötti időszakban, az 1920-as években az Egyesült Államokban élő magyar emigránsok, kiváló magyar emigránsok jöttek rá, hogy hoho, talán ez egy magyar katona személy. Ekkor elképesztő, tehát tényleg ilyen rakétasebességgel épült ki a Kovács Mihály emlékkultusz. Már a két világháború között az Egyesült Államok kormánya felé is jelezték, hogy a függetlenségi háborúban volt magyar önkéntes. Én egyébként még egyetlen más, tehát a Polanecki Ottóról tudok, aki önkéntes volt a függetlenségi háborúban a magyarok részéről, tehát olyan nem tucatjával nem álltak ők rendelkezésre. Számos ábrázolás maradt fent személyéről, és ami talán az egyik legérdekesebb, hogy 1943-ban a II. Világháborús hadipari konjunktúra idején, amikor az Egyesült Államok Pearl Harbor után párhuzamosan szerelt fel két hatalmas hadiflottát, egy hadiflottát a Csendes óceánon, egyet pedig az Atlanti óceánon, akkor a floridai Jacksonville-ben legyártottak egy Liberty osztályú katonai szállító hajót, a USS Michael de Kovácsot, tehát még amúgy hadihajó is viselte a nevét, ezt egyébként a II. Világháború után, mint a legtöbb hadihajót, Kohóba küldték, tehát sajnos az a hajó már nem tekinthető meg, de egyébként alelnök asszony számára mondom, hogy bélyeget is adtak ki már a két világháború közötti Egyesült Államokban Kovács Mihály személyét illetően, és ennek a hagyományai talán ma is folytatódnak. Kovács Mihály emlékezett politikai kultuszához hozzákötődik, hogy a hidegháborús időszakban, de annak éppen egy kedvező enyhülési periódusában, 1978-ban James Carter, majdnem Jimmy Cartert mondtam, de szerintem nem bias, James Carter amerikai elnök kormánya úgy döntött, hogy visszaadja Magyarországnak a II. Világháborúban a zsákmányolt Szent Koronát. Ekkor Cyrus Vance külügyminiszter látogatott Budapestre, és a parlament kupola csarnokában adta vissza a Szent Koronát. Tanítványainknak mondom, hogy nem Kádárnak, mert ugye Kádár nem lehetett jelen, apró Antalék voltak jelen, és ugye a Cyrus Vance beszédében elhangzik az, hogy milyen sokat köszönhetett a fiatal köztársaság a magyar önkéntesnek, Kovács Mihálynak. Hát én apró Antalból nem nézem ki, hogy tudta, hogy ki az, hogy Kovács Mihály. Viszont arról meg vagyok győződve, hogy a kupola csarnokban volt egy ember, aki felfigyelt a névre, ugyanis a jelenlévők között, és most egy névre hívom fel a figyelmet, jelen volt az akkori orvostörténeti múzeum igazgatója, akit úgy hívtak, hogy dr. Antal József. A rendszerváltás utáni magyar miniszterelnök, aki viszont a 80-as években éppen ezen fellelkesülve számos cikket közölt, például Kovács származásáról, szerepéről a magyar történelemben, illetve a 80-as években dr. Zakar József ezredes is hatalmasat lendített a Kovács kutatáson. Egy évvel később, 1979-ben a Charlestoni csata 200. évfordulóján Charleston városa aranyemlékérmet bocsájtott ki Fabricz Kovács Mihály személyéhez kötődően, gyönyörű érem, sajnos személyes tulajdonomban nincsen, de még azért nyomozom.
a rendszerváltás utáni időszakban kezdett el Magyarországon is kialakulni a Kovács kultusz. A Kovács kultusz kialakulásában nagyon sokat tett a körünkben most is jelenlévő dr. Fazekas Sándor, aki akkor Karcagváros polgármestereként 92-től Kovács Mihály néven baráti társaságot, egyesületet hozott létre, és kialakította ugye a Kovács Mihály kultuszt. Azóta képzőművészeti alkotások sora jött létre. Itt a lenti képen hívom fel a figyelmet, Karcagon is nagyon sokszor megfordult egy házas pár, Bodó Sándor és Bodó Ilona, akiknek 1991-ben nem kisebb helyen, mint a Kapitólium kupola csarnokában volt festménykiállításuk, és a kettejük között áll egy fiatalember, nem biztos, hogy így megismerik, ez a fiatalembert úgy hívták, hogy Al Gore szenátor, később az Egyesült Államok alelnöke, tehát már az Egyesült Államok is a helyén kezelte Kovács Mihály emlékezetét. Itt ugye Fazekas miniszter úr látható egy a 90-es évekbeli megemlékezésen, éppen a Kovács napokról találtam ezt a fénykép felvételt. Kovács Mihály néven huszárbandérium, hagyományőrző huszárbandérium is alakult, amely azóta is méltósággal, tisztelettel, télen, nyáron, hóban, fagyban, napsütésben képviseli Fabrici Kovács Mihály személyét, amit ezúton is köszönünk nekik, büszkék vagyunk rájuk. Talán Antal Józsefet nem kell bemutatnom, a mellette álló alak az idősebb Bush, ugye George Bush amerikai elnök, ő nagyon sokat tett Kovács Mihály kultuszáért. Lengyel, magyar, amerikai, magyar ünnepségeken gyakran felmerül ugye Kovács Mihály személyének a neve. Bevallom, bűnöm van, nekem is van némi közöm Kovács Mihály személyének tovább göngyölítéséhez, valamikor pár évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt könyv jelent meg róla. Rendszeresen megemlékezünk minden év májusában ugye Fabrici Kovács Mihály személyéről, Kovács napok címen az iskolával közreműködve, illetve az önkormányzattal közreműködve, de például szép emlék az, hogy két évvel ezelőtt a Daughters of the American Revolution szervezet, ez egy amerikai civil szervezet, csak mondom, hogy a Kovács Mihály Egyesületnek kb. 20 tagja van, a DAR-nak az Egyesült Államokban 300 ezer tagja van. A DAR-nak a vezetése Karcagon járt, akkor emléktáblát helyeztek el az iskola falán, és itt például Washingtonban Takács Szabolcs excellenciás úrral, tehát nagykövettel láthatóak. Előadásom utolsó diája, hiszen nem kívánok visszajelni tovább türelmükkel, lehetőségek és elképzelések a Kovács kutatás alapjain. Mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy Kovács Mihály személye teljesen egyértelműen és igazolhatóan Kapocs az amerikai magyar, és kibővítve a lengyel-magyar történeti kapcsolatokban, történeti viszonyban, amellyel, ha már a lehetőség megvan, élnünk kell, hiszen a lengyelek is élnek ugye Pulaski személyének nevével. New Yorkban minden évben több tízezres fesztivál a Pulaski Day, Kovács Day például nincsen. Vagy 2009-ben Barack Obama, amerikai elnök kormánya, a kongresszus jóváhagyásával tiszteletbeli állampolgárságot adott posztumusz Kazimierz Pulaski lengyel grófnak. Kovács Mihály nem kapott. Tehát annyi kérdés van még nyitva, ami teljesen természetes lenne ráépíteni Kovács Mihályra, hogy megszámlálni sem lehet, hogy valami nagyot is mondjak, de én ezt tényleg így gondolom, személye megtestesít valamit, megtestesíti azt, hogy sokkal több van bennünk, magyarokban, amerikaiakban, lengyelekben, szabadságszeretetből és összefogásból, mint bármi másból, ami elválaszt minket, és ami szerintem még megszívlelendő, hogy a NATO-n belüli magyar szövetséges kapcsolatnak is lehet egy szilárd jelképe, hiszen neve például alkalmas lehet katonai alakulat elnevezésére, közös hadgyakorlat elnevezésére, vagy katonai ösztöndíj elnevezésére, ilyen scholarship ösztöndíjnak az elnevezésére. Reméljük, hogy ezt egyszer megéljük. Egy kis önreklám, ugye egykor kötet jelent meg Kovács Mihályról. Itt beágyaztam egy videót a Daughters of the American Revolution szervezetnek a karcagi látogatásáról. Magát a videót egészében nem is kívánom megtekinteni, csak utalnék rá, hogy az Egyesült Államokban valóban hatalmas kultusza van a függetlenségi háború önkénteseinek, nem csak Kovácsnak, Kosciuszkónak, Pulaskinak, Lafayette-nek és még rengeteg hősnek. Magyarországon ez még csak most épül. Más a történelmi fejlődésünk, sokkal több forradalmunk volt, tehát egészen más a történelmi szerepünk. Egy nagyon-nagyon szép ünnepség keretében adtunk tiszteletet egyébként két évvel ezelőtt az amerikai vendégeknek. Bízom benne, hogy lesz még erre lehetőség, és lesz még a nemzetközi kapcsolatokban lehetőség ezt fejleszteni, majd a következőkben ennek próbáljuk az alapjait megteremteni. És mivel előadásom szerintem jócskán túllépte a nekem kiszabott időkeretet, ezért én megértésüket, elnézésüket kérem, és nyilván az előadás után állok rendelkezésre, ha bárkinek kérdése van. Köszönöm szépen a figyelmet! Fabrici Kovács Mihály hazája elhagyására kényszerült,
de külföldön karriert épített és nevet szerzett. Tehetséges magyarok egész sora bizonyítja, hogy a nemzetközi kulturális, tudományos széna, a hadikultúra és politika világa kevesebb és súlytalanabb lenne hazánk emigráns fiai és lányai nélkül. A Kovács 300 emlékezett politikai kezdeményezés előkészítésében körülbelül másfél éves intenzív munka rejlik, mely során határokon innen és túlépítettünk hidat a neves katonahős emlékezetére alapozva. Hisszük, hogy egy olyan katonatiszt, aki két kontinensen küzdött a lengyel és az amerikai szabadság ügyéért, aki ezért legnemesebb kincsét, tulajdon életét is feláldozta, méltó rá, hogy szimbólumá váljon. A szabadság szerető nemzetek és a világban szétszórtan élő magyarok összetartozásának szimbólumává. Bejelentem, hogy a mai napon ünnepélyes együttműködési megállapodás született. A Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnöke, dr. Pintér Zoltán Árpád ma reggel írta alá Anna Smith Lacey asszonnyal, a washingtoni székhelyű Hungary Foundation ügyvezető igazgatójával a jövőbeni közös célok megvalósítását célzott nyilatkozatot, melyet a mostani alkalommal három oldalú egyezménnyé alakítunk. Felkérem dr. Vég Sándor urat, a washingtoni székhelyű Kossuth Foundation elnökét, a Magyar Diaszpóra Tanács tagját és dr. Pintér Zoltán Árpád urat, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnökét, hogy írják alá a jövőbeni közös célok megvalósításához vezető együttműködési keretmegállapodást. Postai emlékbélyeg ünnepélyes bemutatása következik. Elsőként tisztelettel felkérem dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat, korábbi fölművelőségi minisztert köszöntője megtartására. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt polgármester úr, tisztelt államtitkár asszony, szeretettel köszöntök mindenkit, elnök urakat, egyesületek, alapítványok részéről szeretettel köszöntöm. Nagyon örülök annak, hogy Kovács Mihály születésének 300. évfordulóján egy ilyen jeles pillanatnak lehetünk a részesei, lehetek a részesei, hiszen látszik az, hogy nem akármilyen emberről van szó. Kovács Mihály az egyik legkalandosabb életű karcagi, azt hiszem, hogyha valakinek vannak további személyekre vonatkozó konkurens javaslatai, akkor kérem, hogy az egyesülethez legyen szíves rájuttatni Pintér Zoltán tanárhoz, a Kovács Mihály Baráti Társaság elnökéhez. Tisztelt hölgyeim és uraim, sokféleképpen meg lehet emlékezni egy jeles személyiségről. Az egyik formája annak, hogy konferenciákat tartunk, előadásokat tartunk, könyvek jelennek meg, rendezvények vannak, és ez szerintem mindegyik nagyon jó, így jó, és még további programok is, hogyha megszületnek, hogyha azokat le tudjuk bonyolítani, akkor emlékezetesebbé teszik ezt a mostani esztendőt, a Kovács 300-at. Én örülök annak, hogy ebből az alkalomból egy bélyeg jelenik meg, hiszen egy ilyen kalandos életű embernek a pályája az utazásokból áll, az információ pedig még mindig jelentős részben postai úton szokott a maga pályáján mozogni, ezáltal a bélyeg az el tud jutni veszély tájakra, távoli országokba, akár az új világba is, követve hősünket,
ugye, aki annak idején elindult, és én azt hiszem, hogy kilépett abból a szorító kötelességből, ami meghúzódik a fordulatos életpálya mögött, de áttünedezik, hogy ő bizony az akkori Magyarországnak, az akkori monarchiának a hű állampolgáraként speciális területen a katonai hírszerzés vonalán dolgozott. Úgy valahol érződik ez, vannak erre utalások, és én örülök annak, hogy Pintér Zoltán tanár úrnak a munkássága ebből egyre több és több dolgot hoz a felszínre, mert mi, akik korábban is már hallottuk a különböző előadásokat, ezt az oldalát az életútnak talán nem tapasztaltuk ennyire plasztikusan. Tehát megvannak az életpályák, az életpályáknak az áthallásai üzenete, és megvan a jelenben is az, amit mi hozzá tudunk ahhoz tenni, hogy ez a nem akármilyen karrier, ez ismert legyen. Nekem meggyőződésem, hogyha megnézzünk azt, hogy Amerikában ki a legismertebb magyar, biztos, hogy a Nobel-díjasaink mellett azért a karcagi huszárezredes ott lenne az élmezőnyben. Tehát az a közösség, az a közönség, amelyik az amerikai katonapolitikát, külpolitikát tanulja, tanítja és irányítja, az számon tartja az ottani magyarokat és az ottani magyarok jeles személyiségeit is. Kossuth Lajos járt Amerikában, őt tudják, 56-ról tudnak, a magyar jelenről is nagyon sok dolgot, a rendszerváltásról, de a történelmi múltból a legelső magyar, akit számon tartanak, az Fabrici Kovács Mihály. Karcag szülött a mi városunknak a büszkesége. Ezért is örülök annak, hogy egy nagyon szép bélyeggel leszünk majd most gazdagabbak. Én köszönöm a bélyek megjelenésén munkálkodóknak, polgármester úrnak, az Egyesület vezetésének tagjainak, tanárónak, Pintér Zoltán Árpádnak, Öllős Lászlónak, Plósz Csillának, mindenkinek, aki részese ennek a kezdeményezésnek, és külön köszönöm Hegmani Nemes Sárának, hogy itt van velünk, aki a karcagi önkormányzatnak könyvvizsgálója volt több mint egy évtizeden keresztül, ide a környékbe való születésű, és államtitkárként dolgozott a magyar gazdaságért, most pedig a Magyar Postánál, mint a vezérigazgató helyettese teszi azt a feladatot, amit ilyenkor magára kell vállalni az embernek. Egy olyan területen, ami ugye jól tudjuk, nagyon gyorsan átalakulóban van, a postai szolgáltatások azok változnak, de van, ami nem változik, az a bélyeg. Érdekes, a levél eltűnőben van, de a bélyek iránti érdeklődés az fönnmarad, és így, mint írott szó, amely észnél maradandóbb, a bélyeg is megőrzi Kovács Mihály emlékét. Én gratulálok a kezdeményezéshez, a kivitelezéshez, és remélem, hogy akár a tisztelt jelenlévők, akár a médián keresztül a többi érdeklődő majd kihasználja ezt a lehetőséget, hogy ebből a bélyegből vásároljon, küldjük el, tegyük el emlékbe, használjuk és emlékezzünk ezáltal is erre az igazán szép napra, illetve a Kovács 300 éves évfordulóra. Köszönöm szépen! Tisztelettel felkérem Szepesi Tibor polgármester urat, köszöntője megtartására. Tisztelt miniszter úr, államtitkár asszony, tisztelt elnök urak, alpolgármester asszony, alpolgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves fiatalok, kedves huszárok, nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai rendezvényen, amelyet Fabrici Kovács Mihály születésének 300. halálának, pedig 245. évfordulója alkalmából szervezett Karcagváros önkormányzata és az a sok-sok civil szervezet, akinek összefogása révén nem csak ebben az egy évben, hanem folyamatosan évente visszatérő alkalommal emlékezünk Karcag híres szülöttére. Én azt gondolom, hogy aki végigkövette a mai nap eseményeit, az előkészületeket, minden tudhat most már Kovács Mihályról, tehát nagyon nehéz bármit hozzátenni az előttem szólókhoz, azokhoz az előadásokhoz, ünnepi beszédekhez, amelyeket hallhattunk. Úgyhogy én inkább csak megragadni szeretném az alkalmat, hogy megragadjam a lehetőséget, és megköszönjem mindenkinek azt az odafigyelést, azt a munkát, amelyet az elmúlt években, évtizedekben végzett annak érdekében, hogy Fabrici Kovács Mihály életét megismerhessük, feltáruljon előttünk teljes életpályája, és tovább tudjuk adni az utánunk következő generációknak.
Mindenképpen köszönöm azoknak a civil szervezeteknek, a Kovács Mihály Huszár Bandérium huszárjainak, akik testi valójukban viszik tovább azt a talán belülről fakadó huszár mentalitást, amelyről miniszter úr is beszélt a koszorúzás alkalmából. Köszönöm szépen képviselő úrnak, tanár úrnak azt, hogy egy gyönyörű könyvet adott a kezünkbe, amelyet forgatva megismerhetjük Kovács Mihály, Fabrici Kovács Mihály teljes életművét, életpályáját. És természetesen köszönöm miniszter úrnak is, hiszen polgármesterként ő volt az, aki elindította Karcagon, és talán azt gondolom, hogy a nagyvilágban is hódító útjára újra Kovács Mihály életét és munkásságát. És csatlakozva a miniszter úrhoz, köszönöm szépen a Magyar Postának azt, hogy emlékbélyeget bocsájtott ki erre az alkalomra. A bélyeggyűjtők, jó magam is, tudjuk azt, hogy egy bélyeg mindig megőrzi az emléket, és megőrzi azt a tudást, illetve a mögötte lévő odafigyelés, törődést hosszú-hosszú évekre, akár évszázadokra is, hiszen a legelső bélyeget több száz évvel ezelőtt bocsájtották ki, és még mindig féltve őrzi a tulajdonosa, de féltve őrzi az is, aki néhány héttel ezelőtt vette meg az első napi bélyegzős borítékot, amire ugye ma lesz lehetőség. És ez a bélyeg, ez a különböző bélyeggyűjtő fórumokon keresztül nem csak Karcagon, nem csak Magyarországon, hanem a világ minden tájékára el fog jutni, ismerve a bélyeggyűjtőket nagyon gyorsan, és azt gondolom, hogy így a világ minden szegletében láthatják ezt a gyönyörű borítékot és gyönyörű bélyeget, és mindenki féltve fogja őrizni a következő évtizedekben, évszázadokban. Úgyhogy köszönjük szépen ezt a lehetőséget. És abban is biztos vagyok, hogy Kovács Mihály munkássága, élete, az a szabadság utáni vágy, amelyért ő harcolt és amelyért életét adta, ez a mai fiatalságban is megvan, meg lesz. Nekünk mai generációnak az a feladata, hogy ezt tovább örökítsük irányukba. Én bízom abban, hogy ez hosszú évekig, évtizedekig így lesz még. A mai naphoz kívánok mindenkinek további minden jót, és köszönöm szépen még egyszer, hogy megtisztelték rendezvényünket. Köszönöm. Megköszönöm, polgármester úr, köszöntő gondolatait. Tisztelettel felkérem Hegmané Nemes Sára asszonyt, a Magyar Posta ZRT alelnökét előadása megtartására. Tisztelt miniszter úr, tisztelt polgármester úr, alpolgármester asszony, alpolgármester úr, kedves karcagiak! Ha megengedik, én is egy személyessel kezdem, ha már Fazekas Sándor miniszter úr barátom elmondta, hogy valóban én is kun vagyok, gyökereim révén kunhegyesi tiszafüredi származású, és életem egyik legszebb szakasza Karcaghoz kötődik, hiszen dr. Fazekas Sándor úr polgármestersége alatt én dolgoztam a város önkormányzatának, dolgoztam az intézményeinek, kiváló barátaim lettek itt Karcagon, kiváló harcostársaim, úgy, mint Fazekas Sándor miniszter úr, Varga Mihály miniszter úr, F. Kovács Sándor képviselő úr, és tiszteletreméltó polgármesterekkel dolgozhattam együtt, szegény Dobos László barátommal is, és most Szepesi Tibor polgármester úrral. Ezek után, amikor megkerestek azzal engem, mint a posta alelnökét, hogy készüljön egy karcagi híres emberről bélyeg, azonnal mellé álltam az ügynek, és nagy örömmel felkaroltam ezt a kezdeményezést, és én úgy látom és bízom, hogy egy gyönyörű bélyeg született. Remélem, hogy 300 év múlva is lesz még bélyeg, és hát, ha valakinek eszébe jut, hogy rólunk is készít majd bélyeget a szülővárosunkban. Kedves vendégek! A Magyar Posta küldetése, hogy az embereket szolgálja. És mivel az országban minden lakóhoz eljutunk, az emberek szolgálata mellett úgy érezzük, hogy értékeket is kell közvetítenünk. Magyarság értékeit, nemzeti kincsük értékeit minden emberhez el kell juttatnunk. Legyen ez egy kiváló személyiség, történelmi esemény, sportesemény, például most az olimpiáról bocsátottunk ki bélyeget, ami most következik,
vagy egy művész és műalkotásról is készülhet bélyeg. Az érték közvetítésnek, ahogy mondtam, a bélyeg az egyik legfontosabb szerepe a posta számára, és a rajta bemutatott nemzeti értékek kincsek a levélszárnyán eljutnak a világ minden pontjára. És a bélyeg múzeumunkon keresztül pedig megőrződik az utókor számára is. Hiszen minden első kibocsátású bélyeget, azt is, amelyet most alá fogunk írni itt a polgármester úrral és miniszter úrral, a bélyeg múzeumba kerül, és így mindenki több száz év múlva is megcsodálhatja Fabrici Kovács Mihályról készült bélyeget, és viszi karcak hírét az utókor számára. Tehát Fabrici Kovács Mihály 20. születésének 300. hősi halálának 245. évfordulója előtt tisztelgünk ezzel a személyes bélyeggel. Fabrici Kovács Mihály életénél keresve sem találhatnánk jobb példát arra, hogy a nehézségek közepette is ki kell állni az elveinkért. Életútját már többen méltatták és elmondták, és a visszaemlékezések alapján elmondhatjuk, hogy katonai pályáját messze menőkig jellemezte a bátorság és az elszántság, de ugyanúgy a hűség és az emberi értékek iránti elkötelezettség. Ennek tanúbizonyságára hadd idézzek Benjamin Franklinhez írt levelének első sorából, amely még úgy hallottam, hogy nem hangzott el, és véleményem szerint mélyen megragadja az emberi szabadság és szuverenitás fontosságát. Így hangzik az idézet. Az aranyszabadság nem vásárolható meg sárga arannyal. Kedves vendégek, most szeretném bemutatni önöknek a bélyeget részletesen. Ez egy főhajtás Fabricius Kovács Mihály emléke előtt. A bélyeget és a hozzá kapcsolódó borítékot és bélyegzőt Benedek Imre grafikus művész tervezte, akinek ezúton köszönöm a munkáját. A bélyeghez tartozó szelvény fő eleme Raspó Aurél festménye. Az alkalmi borítékon Bodó Sándor olajfestménye látható, ahol balra Kazimier Pulaszki brigadéros, a barátja, jobbra pedig Fabrici Kovács Mihály ezredes szerepel. A festményfotókat a Kossuth Foundation, Washington és Karszakváros önkormányzata biztosította részünkre, amit ezúton is köszönök. Az első napi bélyegzési alkalmi borítékon található bélyegző lenyomata, amelyel most fogjuk lepecsételni majd a borítékot, Fabrici Kovács Mihály saját kézírása látható. A személyes bélyeg szelvény részének nyomtatásával készült filatéliai újdonság 35 000 példányban készült a pénzjegynyomdában, és szintén megköszönöm a pénzjegynyomdának ezt a kiváló munkát. A mai naptól vásárolható meg ez a bélyeg ritkosság a Filapostán, a kijelölt postahelyeken és a posta weboldalán is bárki megveheti. Köszönöm minden együttműködő partnerünknek a bélyeg kibocsátás megvalósításában való közreműködését, de név szerint szeretném kiemelni a következő segítőket. Dr. Fazekas Sándor miniszter úr, országgyűlési képviselő úr, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület tiszteletbeli elnöke, Dr. Pintér Zoltán úr, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnöke, Dr. Őrlős László úr, az NKI Ötvös József Kutatóközpont Amerika Kutatóintézetének munkatársa, akik szintén nagy segítségünkre voltak. Kedves vendégek, Fabrici Kovács Mihály alakja nem csak a történelem lapjain hagyott mély nyomokat, de tettei, életfilozófiája ma is példaként áll előttünk. Bízom benne, hogy az előtte tisztelgő bélyeg különlegességet minél többen megvásárolják önök közül. Köszönöm szépen figyelmüket! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elkészített első napi borítékok kézjeggyel és bélyegzéssel történő ellátása következik. Felkérem dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, korábbi földművelősügyi miniszter urat, valamint Szepesi Tibor polgármester urat és Hegmanné Nemes Sára alelnökasszonyt, hogy kézjegyükkel és bélyegzéssel ellátva bocsássák forgalomba a filatéliai újdonságot.
világháború közötti időszakban az Amerikai Egyesült Államokban nem csak pezsgő szellemi élet, de a nemzeti identitást erősítő törekvések sora jellemezte az emigráns magyar közösséget. Az amerikai Kovács Mihály Társaság az 1930-as években alakult. Elsősorban New York és New Jersey állambeli magyarokat felölelő közösségi kezdeményezés volt, amely, mint neve is tükrözi, az egyik éllovasává vált az akkor még frissében felfedezett magyar származásuként azonosított katonahős kultusz építésének. A társaság Kovács ezredes indulója címen katonai indulót komponált, melynek megzenésítését akkoriban dr. Horváth Gyula végezte, aki eredetileg énekhangra és zongorára írta a művet. Eredeti angol szövegét Szabó László szerezte. Az induló kottáját és ahhoz írt szövegét 1937. januárjában küldték meg az anyaország felé. Kotta másolatot kapott belőle Póka Pivni Aladár, magyar királyi szabadalmi bíró, Kovács Mihály életének egyik legjelentősebb kutatója. A Póka Pivni hagyaték óriási terjedelemben került be a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Levéltár personália gyűjteményébe, melyben Kotta körülbelül 85 éven át Csipke Rózsika álmát aludta. 2022-ben a levéltári kutatásai során dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úr, a Kovács Mihály Baráti Társaság elnöke tárta fel és gondolt egy nem túl merészet, ha már van egy kész induló, mi lenne, ha meghangszerelnénk azt részfúvósokra. Kovács Mihály születésének 300. évfordulója az az alkalom, mely egy ilyen magyarországi ősbemutatóhoz illik. Kérem, fogadják a Nagykun Honvéd Banda előadásában Kovács Mihály ezredes indulóját. Thank you.